Földrajz órán ülnek a Szent Orsolya Központ 8-osai, közeledik a fél év, és bizony mindenki jó fél évi bizonyítványt szeretne a továbbtanulás miatt. Kerényi Zsolt igazgató szerint már a legelején el kell kezdeni a gyerekek megfelelő felkészítését, hiszen az általános iskolában lehet megalapozni a tudást. Tulajdonképpen a felkészülés a továbbtanulásra szinte az első osztályban elkezdődik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy 8 évre szerződünk a szülőkkel. Egy 8 évig tartó pedagógiai íve van ennek a folyamatnak. És nyilván az a fontos, hogy minden egyes gyereknek a neki legmegfelelőbb iskolát ki tudjuk választani. Azonban ez az időszak nem csak a 8-osoknak hoz nagy változást, hiszen a 4-esek is dönthetnek úgy, hogy a nagyokhoz szegődnek, és szeptembertől a 8-osztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Minden tanévben február 15-e szokott lenni az a jelentkezési határidő, amikor a 8-osoknak és a 4-eseknek iskolát kell választani. Kicsit jelképes a dátum, hiszen a nagyoknak is ez a határidő az egyetemi főiskolai felvételire. És ugye ekkor, ebben az időszakban vannak minden középiskola számára is azok a, ha úgy tetszik, marketing vagy kampány rendezvények, amiket megtartunk, megszervezünk. Szenyéri Zoltán szerint a kicsiknek a jelentkezése is ugyanolyan formában zajlik, mint a nagyoknál. Régen még felvételizni kellett a főbb tantárgyakból, így matematikából, magyarból és egy idegen nyelvből. Most már azonban csak az évvégi és félévi jegyek számítanak, tehát a tanulóknak folyamatosan jól kell teljesíteniük. A diákoknak még 2 hónapjuk van arra, hogy eldöntsék, melyik iskolába szeretnének jelentkezni, addig is szorgalmasan készülnek a félévi dolgozatokra.